Idén is hangulatos, hajnalig tartó bállal örvendeztette meg a Hajdunánesi Kossuth Vadásztársaság vadásztagjait és a társaság barátait. Az esemény idén is nagyon népszerű volt, hiszen közel 300 vendég érkezett, és az előző évekhez hasonlóan most is zsúfolásig megtelt a Művelődési Központ színházterme bálozókkal. A bál résztvevőit Szólát Tibor, a Kossuth Vadásztársaság elnöke köszöntötte, aki beszédében a társaság több mint fél évszázados hagyományainak ápolására hívta fel a figyelmet. A vadásztársaság sikeres működésének egyik meghatározó eseménye a minden évben megrendezett bál, és ez most is nagy hangsúlyt kapott. A Kossuth Vadásztársaság az idejében 68. születésnapját ünnepli. Mondhatjuk, hogy komoly tradíciók és komoly felelősséggel bír ez a vadásztársulat. Nyilván mindig figyelembe kell azt venni, hogy ez egy generációk láncolatából összeálló vadászközösség. És én azt gondolom, hogy ennek a tudatában végezzük a dolgunkat. És közel 300 vendégünk van, ez mindig megtisztelő, hiszen akkor, amikor ezek a vendégek elfogadják a meghívást, vagy éppen bejelentkeznek, hogy itt szeretnének lenni, az megtisztelő a vadásztársaság számára, és azt gondolom, hogy ilyenkor a önfeledt szórakozásnak kell átadni magunkat, aztán megjönnek a dolgos hétköznapok. A vadászbára természetesen a földtulajdonosok is meghívást kaptak, hiszen a sikeres vadgazdálkodás alapfeltétele a társaság és a gazdák közötti kölcsönös együttműködés. Ezek a vadak, amiket mi gondozunk és felnevelünk, azokon a mezőgazdasági területeken nőnek föl, aminek a másik hasznosítása az pedig a mezőgazdasági kultúrák, vagy nyilván a termelők oldalán van. És itt muszáj, hogy együtt működjünk, és muszáj, hogy értsük az egymásnak a gondolatait, és természetesen segítsük egymást. Mi igyekszünk figyelembe venni azt, hogy a gazdálkodók számára akár a vadaknak a jelenléte az károkat is okozhat, és nyilván nekünk arra kell törekedni, hogy ez számukra minél kisebb károkozással legyen. A Kossuth Vadásztársaság az elmúlt esztendőben kiemelt figyelmet fordított az apróvad állomány megtartására. Vadgazdálkodás szempontjából jelentőset léptünk előre. Egy sor olyan dolgot tettünk, amit korábban nem volt lehetőségünk, illetve a duvadgyérítés területén nagyon komoly léptünk. Közel 100 rókát és 40 boazot tudtunk elejteni a területen. Ez az apró vad tekintetében nagyon-nagyon-nagyon komoly előrelépés, hiszen nyilvánvalóan ezek a duvadaknak a jelenlét a területen az behatárolja az apró vadnak a szaporulatát. Amikor meg nincsenek ott, akkor ez szépen növekszik és gyarapszik. Erre törekszünk, és én azt gondolom, hogy egy jó eredménye. Természetesen a jövőben is folytatni kívánják a sikeres vadgazdálkodást. Tovább szeretnénk fokozni a apróvad iránti szeretetünket, és nyilván azt, hogy minél jobb feltételeket biztosítsunk a apróvadnak. Ugye most van körülöttünk egy ilyen őrület, amit afrikai sertéspestisnek hívnak. Hajdunánáson egyébként egy pár éve vagy egy-két évtizede a vaddisznó az teljesen kivételesnek számított. Most meg az elmúlt egy évben mi is közel 30-at ejtettünk el. De azt jelenti, hogy jelentős mértékben felszaporodott a vaddisznó a területen, és a vaddisznó az jelentős mértékben bántja az apró vadat egyébként. És mi azt gondoljuk, hogy ez az ASP, ami egy részről nyilván kár a magyar vadász világnak, mert kárt jelent, hiszen elpusztulnak a vaddisznók,
de itt az apróvades terület, ez egy lehetőséget jelent, hogy az apróvad területén tudjunk egy magasabb szintre lépni, és mi ezt próbáljuk most megtenni. A Kossuth Vadász Társaság Báján már hagyomány, hogy a városban működő tehetséges tánccsoportokat kérik fel az est műsorának színesítésére. A vendégek többek között a Hajdunánási Gimnasztráda junior és kezdő junior csoportjainak koreográfiáit tekinthették meg. Jól ismert magyar nóta dallamok is felcsendültek az est folyamán, Nagyné Bózsák Katalin és Sarkadi László nóta énekesek előadásában. Rendezvény elmaradhatatlan eleme volt idén is a legfinomabb vadhúsokból álló vacsora és az éjféli menü, melyet a szervezők gondosan állítottak össze ez alkalommal is. Az ízletes pácánleves mellett szarvaspörkölt és szürke marha húsból készült fogás is az asztalra került. A jó hangulatú estén a szerencsés vendégek a tombola sorsolás alkalmával számtalan értékes ajándékot is nyerhettek. A Kossuth Vadász Társaság bája ez alkalommal is hajnalig tartó tánccal ért véget. Yeah.